Cserpakovics András polgármester és Lerner Zsolt alpolgármester elsőként váltották meg az régi a bérletüket, hiszen régi álom valósul meg azzal, hogy a város művészeti intézményeinek összefogásával egy olyan új bérlet sorozat induljon, amely egyedi összművészeti produkciókat kínál a kultúra barátainak. A bérlet keretében a programban résztvevő intézmények a Vörösmarty Színház, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Régia Táncegyüttes olyan különleges előadásokat tár a közönség elé, amelyek a helyi kulturális értékeket és azok közösségformáló erejét helyezik előtérbe. Ma nagyon könnyű dolga van itt a polgármesternek, mert csak jókedvűnek kell lennie és boldognak, mert hogy négy kulturális intézményünk, közösségünk képes volt összefogni, és ennek az összefogásnak az eredménye egy szerintem már sokak által is régóta várt közös bérlet itt a Vörösmarty Színházban. Azt hiszem, hogy ez a város mind a zenei, mind a táncos, mind a színház életére büszke lehet, és most ez egy bérletben lesz elérhető. Azt hiszem, hogy egy nagyon szép kísérlet, én bízom benne, hogy ez egy sikeres kísérlet lesz, sokan veszik majd ezt a bérletet, és a jövőben ez már hagyománnyá is tud érni. A város és a kulturális intézmények első számú vezetői örömüknek adtak hangot, és bíznak abban, hogy a komplex új bérlet jó fogadtatásra talál a kultúra kedvelők körében is. Érdemes egy pillanatra ilyenkor megállni és büszkének is lenni a város kulturális életére, hiszen nagyon-nagyon kevés olyan város van ennek az országnak az életébe, akik képesek saját közösségeik és intézményeiken keresztül egy ilyen közös bérlet létrehozásába. Magyarul, ahol a kultúrának ezen műfajaiban is ott vannak azok a meghatározó szakmai közegek, akik a saját területükön professzionális munkát végeznek, és együtt pedig a város kulturális életét tudják bemutatni. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy vásároljon ilyen bérletet, jöjjön el, és mindegyik előadáson érezze nagyon jól magát, én magam is így fogok tenni. Az intézmények vezetői ismertették a bérlet előadásait. A Vörösmarty Színház a 12 dühös ember című előadással várja a nézőket. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában a Szöktetés a Szerályból című daljáték elevenedik meg. A Székesfehérvári Balett Színház a Carmen című táncszínházi produkcióval várja a közönséget, míg az Alba Régia Táncegyüttes a Táncra Magyar Verslábok című előadását mutatja be.